És folytatódik a Hitrádió ünnepi gála műsora. Nagyon sok szeretettel köszöntöm következő vendégünket, Német Sándor, a hídgyülekezete vezető lelkészét. Szervus Sándor! Szervus Sandra, és köszöntöm a rádió hallgatóit, és mindenkinek békés áldott ünnepeket is kívánok, hogyha a végén elfeledkeznék erről, úgyhogy jobb előre. Biztos nem fogod elfelejteni, és köszönjük, hogy bejöttél itt a Szenteste előestéjére hozzánk a Hitrádióba. Már kedves feleségeddel beszélgettünk az előkészületekről. Ő már nagyon munkálkodik, dolgozik, készül a karácsonyra. Te mennyire veszed ki a részed az előkészületekből? Ja, most nagyon kényelmetlen helyzetbe hozom. <laughs> Igazából. Nem mondom, hogy nem ez volt a cél, nagyon De azért jó cselekedetem volt ma reggel, a szemetet kivittem a kukába. Az is nagy segítség. A fát ezek szerint nem te díszítetted idén sem. Igen. Úgyhogy egy másik szobába tartózkodom. Uh -huh. <laughs> és ítézem az én dolgaimat. <laughs> mondtam uh, Juditnak, hogy... Megkóstoltam, a, ettem a torta-káposztából. Na, hát akkor és a, a műveket. És mondtam, hogy a... a ide vele, amíg a karács vagy a kalács meleg, az is abba, azt, abból is fogyasztottam. Úgyhogy. És tényleg jól sikerült? Jó Mert elégedetnek tűnt Judit a kalá kaláccsal kapcsolatosan is. Meg is dicsértem, hogy jobb, mint tavaly. Na, hát ez tavaly ez... is jó volt, de minden évben. Már -e Minden évben fejlődik a Judit fantasztikus. Egyébként ugye, hogy te is hallottad, egy gála műsor ez, és jótékonysági akciót hirdetett a Kert Alapítvány és a Hitrádi, ugye a Kert Alapítvány özvegyeket és árvákat segítő alapja számára szervezünk így közösen gyűjtést, már tegnap óta fel lehet összegeket ajánlani, és aki legalább 5000 forintot felajánl, azok között kisorsolunk Cinege Zsolt festményt, aki pedig a legnagyobb... Nagyszerű. Igen, nagyon szép festmények, egyébként beszoktuk mutatni a hallgatóknak, a tudjuk most is nyugodt lőjük ezeket a csodálatos képeket, hogy inspiráljuk még jobban a hallgatókat. És egyébként, aki a legtöbb összeget felajánlja, az első öt biztosan kap Cinege Zsolt festményt. Itt van egyébként a galéria, gyönyörű, szép, szőlős borost festmények, tengeres képek, macis képek is vannak ugye a süti nap. Na, ha már itt tartunk, ugye az előbb hallhatták a kedves hallgatót, hogy hallgatók, hogy mi ezt az egész jótékonykodást most még jobban megspékeltük egy külön licitttel. Tehát itt van ez a Süti Nap Nagyinak elnevezésű könyv, erre is lehet licitálni. Sugár András a műszerzője már aláírta a dedikált, és megígértük a hallgatóknak, hogy aki a legtöbb összeget felajánlja ezért a könyvért, annak te is dedikálsz, méghozzá személyre szabottan. És természetesen a felajánlott összeg szintén a kertalapítvány árvákat és özvegyeket segítő alapja számára megy. Jó hír, hogy már 300 ezer forintnál tart ez a licit, tehát csak a licitről beszélek, ami Amire szintén még lehet licitálni az adásunk végéig, ez már 300 ezer forintnál tart. De egyébként összességében a Kertal alapítvány számára közel 9 millió forintot ajánlottak föl már a kedves hallgatók. És akkor hadd kérdezzem meg, Sándor, esetleg szeretnél-e te is ajánlatot tenni, nem a könyvre, amit te fogsz dedikálni, hanem a kert alapítvány számára? Örömmel, úgy is mond. Gondolkodtam, hogy milyen jó cselekedjek. Na. Örömmel, örömmel félmillió forintot felajánló. 500 ezer forint, tehát akkor kedves kollégák, 500 ezer forintot felajánlni, mert Sándor, akkor a. De bank... Nem kérek képet, nem azért, mintha nem tetszene, csak tudom, hogy sokan felajánlották, és inkább őnek ők. Másoknak el. akkor meghagyod a lehetőséget. Hát nagyon szépen köszönjük az alapítvány nevében is ezt a felajánlást, akkor majd a technikai részt megbeszéljük ezután. No, de akkor most már beszélgessünk egy kicsit a karácsonyról. Többször beszéltél már te is arról, hogy hogy ugye nem kifejezetten ekkor született Jézus, mégis Jézus születéről emlékezünk meg. Miért fontos ez az ünnep szerinted? Ugye ez egy tradicionális ünnep. Meg kell különböztetni az Úr ünnepeitől. Az Úr ünnepei azért Úr ünnepei, mert Isten kinyilatkoztatás által rendelte el, a tavaszi és az őszi ünnepeket. Ezen kívül köztudottan vannak nemzeti ünnepek, állami ünnepek, meg úgymond egyéb ünnepek. Ez az ünnepnek a kialakulása, hát egy folyamatotnak az eredménye. Ugye a római birodalomban nagyon elterjedt volt a Szaturnusznak az ünneplése, a Szaturnália, illetve a 25-én pedig a nap Istennek a ünneplése, amely inkább később lett egy fő Istenként való imádás, a ez 25-ére esett. És miután a kereszténység elfogadott vallás lett a római birodalomban, a kereszténységnek komoly konfliktusa volt ezekkel a pogány ünnepekkel, idegen istenek ünnepeivel, mert szerették az emberek ezeket az ünnepeket, különösen decemberben. Ugye van ennek ugye a maga nap isten ünnepének egy természetes oka, a fény és a sötétségnek a küzdelme, és ugye 23-án. 21-én van a legsötétebb nap, az, és 22-én elindul a, a, a lassú változás. Ugye, a leghosszabbak az éjszakák a december hónapban, és 21-én kezd rövidülni, az éjszaka és a nappal pedig kezd növekedni. És ezeket a Változásokat már ünnepelték a babiloni korban, és a romai korban meg különösen nagy ünnep volt, és a sok babonás pogány szokás társult ehhez az ünnephez, egy hétig is ünnepelték. Evés, ivás, ajándékozás, orgiák, és nyilvánvalóan a kereszténységnek az volt a célja, hogy hogyan lehet ezt elszakítani a pogány kultuszoktól, és adni neki egy olyan értelmezést, olyan célt, ami ezeket a napokat úgymond keresztényét teszi, illetve a, birodalomnak a polgáraid, vagy és a keresztényeket, mert nagyon sok keresztény részt a pogány ünnepségeken, még a Konstantinusi fordulat után is, és ugye a keresztény egyháznak a vezetői igyekeztek a, hívőkről gondoskodni, hogy ne kerüljenek pogány isteneknek az imádásába, és ezért racionális döntés hoztak, és egyben pragmatikus döntés, hogy Jézus Kizusnak a születés napjának a, a megünneplését helyezték előtérbe, de ez egy nagy küzdelmet igényelt. A legkiválóbb egyházatyák kapcsolódtak be ebbe a küzdelembe még végül is. Elfogadottá vált Jézus Krisztus születését a napja. Vélem szeri, véleményem szerint Isten ilyen jellegű nepségeket azért tudomásul vesz, hát látjuk a Purim uh -huh. vagy akár a hanukkah Hanukka. uh -huh. nél is. Nem az Úr rendelte, de uh -huh. mégis az Úr tudomásul vette például a a templom szentelés, ami ugye ma Hanuka néven szerepel, van Názárt Jézus is fölment Jeruzsálembe, és ö, megemlékezett a templom szentelés ünnepéről. Tehát azt gondolom, hogy nagyon helyes hogy nem csak nyilván ezekben a napokban, de ezekben a napokban különösen, de más napokkor is az emberek megemlékeznek Jézus Krisztus születésére a napjára, és ráadásul most Európában, hogy igyekeznek ki szorítani a keresztény tartalmat a, a karácsonyból, és újra a régi pogány a római ünnep, Pet akarják megújítani, fényünnepé akarják tenni a karácsonyt. Nagyon fontos, hogy a keresztények ragaszkodjanak továbbra is a názati Jézus születés napjának a megünnepléséhez. Igen. Mondjuk azért, ha azt nézzük a történelem során, teljesen úgymond megszentelni, meg megtisztítani ezt az ünnepet, azért nem sikerült, nem? Mert mindig is keveredtek a vegyes elemek benne. Tömegméretekben így van, nem, de azért volt nagy hagyománya, nyilván sok babonás elem is társult idő folyamán a, ezekhez az ünnepekhez, nemzeti, etnikai szokások is, így van ez Magyarországon is de azért alapvetően azt tudom, legalábbis a gyermekkori emlékeim szerint azért sokat jelentett az idős generációnak, akik nagyon komolyan vették a názáreti Jézus Kisztus születésnapjának a megünneplését, és sokat is jelentett, tehát egészen ünnepi hangulatban volt a család uh -huh. már karácsony előtt, karácsony alatt is, nem volt, én nem emlékszek rá, hogy ilyen féktelen dobzódás lett volna, de nyilvánvalóan, hogy ilyenek előfordultak a múltban is, most meg különösen előfordulnak, hogyha kifigyelmen kívül hagyják a keresztény tartalmát, Jézus Kisztus születését, de egyben Jézus Kisztus személyétől elválaszthatatlan nyilvánvalóan az erkölcsi és a szellemi törvényeknek a betöltése. Uh -huh. Ugye volt az Európai Bizottságnak ez a próbálkozása, hogy egy irányelvet fogalmaztak meg elsősorban most még csak a tisztviselők részére, hogy milyen szóhasználatot javasolnak a karácsony kapcsán, és ebben valóban ezt is megfogalmazták, hogy ne a karácsonyt használják, hanem az ünnepeket, és hát Mária helyett is például ami elképesztő nevet találta ki, hogy Mária helyett mit kéne mondani. De azért ugye ez most nagy felháborodást gerjesztett, ezért úgy visszakoztak is. Te hogy látod, hogy a jövőben lehetnek még ilyen próbálkozások? Mert azért most még azt tapasztalni, hogy elég nagy az ellenállás az emberekben. Szerintem igen, ez egy kísérlet volt. Én úgy tudom, úgy hallottam, hogy ők még végig gondolják, hogy hogyan kellene. Úgymond az ő felfogásuk szerint megreformálni a karácsonyi ünnepeken, hogy egyfajta vallási elégedettség alakuljon ki, vagy egyenlőség. Tehát ez az, azt értem, hogy ne sértse senkinek se a vallási meggyőződést. De véleményem szerint ez egy ostoba érvelés mert egyébként a muszlim lakosságnak a jelentős része is a názati Jézusnak a megszületését elfogadja, Igen. sőt sok helyen ünneplik is. Semmi bajuk nem volt eddig a ezzel, ezzel nem. Ő, uh -huh. ő náluk a probléma a názati Jézus Krisztus megfeszítésével és föltámadásával van. Ők nem hisznek abban, hogy a názati Jézus Krisztus lett megfeszítve, tehát ott van, de ugye egyébként a názati Jézust profétaként tisztelik, nem Isten fiaként, ez nem messiásként, ez óriási különbség, de, de mindenféleképpen, tehát a karácsonyal kapcsolatosan nincs az a ellentét a kereszténység és a legalábbis véleményem szerint a kereszténység és az iszlám között, mint amit a brüsszeli bürokraták feltételeznek, tehát véleményem szerint nem annyira a, a keresztény és a muszlimoknak Együttélését, békés együttélését akarják előmozdítani, hanem ez egy más érdekeket szolgál. Milyen érdekeket? Hát egy egy kereszténység nélküli kultúrát akarnak elfogadtatni, ugye? Teljes mértékben, és tisztában vannak azzal, hogy akár a karácsony és más keresztény tradícióval rendelkező ünnepeknek nagy még a, a kohéziós ereje, megtartó ereje. Ebben ezekben a napokban nagyobb létszámmal mennek el, a Katolikus Egyházban és a Református Egyházban, más egyházakban is, a templomban emberek. Tehát uh -huh. nyilvánvalóan, hogy ez egy keresztény ellenes számomra, keresztény ellenes akciónak minősül, ami meghiúsult a Vatikán ellenállásának következtében, de ez a harc továbbra is fog folytatódni. Uh -huh. Akkor visszatérve az eredetére, az ünnepnek, te azt mondod, hogy abszolút van létjogosultsága és haszna is ezeknek hát a te, napoknak. Igen, ez egy pragmatikus, olyan okos döntés alapján lett ez bevezetve, Amire szükség volt, mert lehetetlenség volt több né mint négyezer éves pogány ünnepnek a, hogy mondjam, a negligálása. És nagyon okosan nem megszüntetni akarták, hanem átértékelni akarták. Uh -huh. És ez így tömegek számára fogyaszthatóbb volt. Uh -huh. És nyilvánvalóan, hogy az idő múltával nagyon sok uh, uh, ember, Kizárólag keresztény tartalmat adott ezeknek a napoknak. Igen. Egy... Most, hogy a, a kereszténység szorul vissza a felvilágos után, de már előtte is e, e, a európai kultúrából, e, nyilvánvalóan úgy erősödik meg a régi hagyományos keresztény előtti e, pogány szokások ezekkel a napokkal kapcsolatosan. Uh -huh. Először ugye lett egy ilyen kereskedelmi kommerszünnep, amiben a, a pénz, meg a vásárlás is, és a, a javaknak a fogyasztása, adása, vevése kerül középpontba. Ez részben kapcsolatos, mert a Szaturnusznak, az idegen istenének az imádása kapcsolatban volt a Baal isten imádásával. Szaturnusz eredetileg a vetésnek, isten, vetésnek az ünnepe volt. Ugye a vetés kapcsolatosan már örömünnepet tartottak a mediterrán világba, mert az alapozta meg a prosperitást, a fejlődést, a növekedést. A Baal pedig a termékenység istene volt. És ősidők óta közel-keleten, különösen a főniciáknál, de nem csak ott, hanem a moabitáknál is, az Izrael szomszédos országainál, és az egyik központja például Kárfákból volt, ott folyamatosan ünnepelték Baalt, és ezekben a napokban is ünnepelték, és emberáldozatokra is sor került, főleg gyermekáldozatokra sor került, mert így akartak áldozatot bemutatni, véres áldozatot, elégették az áldozatot, hogy ez által megszerezzék ennek a Baal istenének a támogatását, szeretetét, hogy egy termékeny, bőséges, gazdag időszak jöjjön el a család, illetve törzsek nép számára. Uh -huh. Azért mondhatjuk, hogy szellemi szempontból még ha próbálták a kereszténység felé tolni ezt az ünnepet, azért nem egy egyszerű időszak ez a mai napig? Nem egyszerű, természetesen nagyon erőteljes szellemi háttere van. Egyébként minden ünnepnek van szellemi háttere, ezért ugye Isten igéje szabályozta az ünnepeknek a rendtartását, pontosan azért, hogy az ünnepben az Istennek a dicsősége tudjon megnyilvánulni, és egy jó szellemmel Istentől, való szellemmel tudják megünnepelni az emberek, főleg Izraelre vonatkozik, meg nyilván a kereszténységre is vonatkozik, Jézus, Jézus után, és ha természetesen ettől eltértek, például gyakori eltérés volt, hogy az áldozat törvényeket megsértették, és vagy az igaz Isten mellett még idegen Istennek is áldoztak, akkor meg, úgymond megszentségtelintették az ünnepet, ami nem csak erkölcsi vétséget jelentett, hanem nyilvánvalóan démonoknak, hogy Pál Lapostól mondja, démonoknak áldoztak, mert például a vér, az szívja magába a, a démonoknak a jelenlétét, mert a sáton az egy emberölő, és a vérontás az mindig megerősíti egy adott helyen, ennek a gonosz szellemi lénynek a jelenlétét. Ezért Isten szabályozza a vérrel kapcsolatos emberi foglalkozás, például az vérét is, hogy hova, hogy kell használni, például étkezésre tiltja Isten, és egyetlen egy vért fogad el Isten engesztelő áldozatul, az pedig a mesiásnak a vére ártatlan, szent, hibátlan, erről beszélünk, amely a názárti Jézus Kisztus oncsott ki a Golgothai keresztén, és ezzel megszerezte a világ számára az üdvösséget. Persze ahhoz, hogy a világ üdvözüljön, ahhoz el kellene fogadni a világnak a názárti Jézus Kisztus engesztelő áldozatát, de ahogy János is mondja, hogy a Krisztus bejött a világba, de a világ nem ismerte meg őt. Tehát ezért zajlik még most is a nemzeteknek az evangélizálása, hogy minél több ember fel legyen világosítva, hogy a názati Jézus Kisztus Engelszalő áldozata által van az emberek számára bűnbocsánat, és ennek az áldozatba vetett hit által adja meg Isten az emberek számára a meggazulást, és természetesen az üdvösséget. Igen. Most már nyilván ezt, az áldozati részét ugye a mai modern ember nem tartja, tehát ilyen véres áldozatok nincsenek. Nem is kell. Persze. Nem is kell, mert a zsidó levér ez határozottan hangsúlyozza, hogy a názati Jézus Krisztus egyszer és tökéletes áldozatával mindörökre megszerezte a bűnbocsánatot, az ő vére az örökkévaló, mert örökkévaló életet tartalmaz, és, és nincs alárendelve az időnek. Ezért a kegyelem közvető ereje soha nem évül el. Igen, de azért akkor szellemi szempontból mi keresztények, mire figyeljünk ezekben a napokban, mire helyezzük a hangsúlyt? Hát nyilvánvalóan, amit is Pál Lapostól mond, hogy az úrért enni és az úrért inni, az úrért aludni, az úrért pihenni, tehát mindent, amit teszünk, az úr dicsőségre tesz, tegyünk hitáltal, mert ami nem hitből van, mondja Pál Lapostól, az bűn az, tehát nyilván azt jelenti, hogy nincs annak semmi értéke és meg kell tanulni azt, ugye már a szövetségben is apja proféták gyakran kifogásolták Izrael fiaival kapcsolatosan, hogy nem az úrnak étkeznek. És ugye az ünnepek alatt nagyon gyakran, például Silóban összegyűlt Izrael apraja nagyja, és az áldozat bemutatása után az úrnak a jelenlétébe fogyasztották el az ételt. Uh -huh. Azért, hogy nyilvánvalóan így a fölajánlás és az áldozat által az úrral való közösségük legyen. Ha az emberek meg Szentelik és megáldják az ételt, akkor az étel, ételnél, a közös étkezésnél az Istennek a jelenlétét is megtapasztalják. mint az emoszi tanítványok Jézussal bementek az, a, a, a lakásba, az úr elővette kenyeret, hálát adott a kenyérér, és abban a pillanatban az emoszi tanítványoknak a szíve megvilágosodott, hogy nem akárki van a társaságukban, maga a föltámadott Krisztus. Tehát az étkezés az egy szent dolog, és ezért az egyik dolog, hogy ne profán dolognak vegyék, ne zabálás legyen, ne dobzódás legyen, mert ha a zabálás és a dobzódás zajlik, akár a, a karácsonyi népkor, akár az utolsó évben, a szilveszterkor, akkor az ember természetesen az étkezése során más szellem az ellen találkozik. Furcsa, amit fogok mondani, de sokan azt gondolják, hogy az étkezés az csak egy fizikai, testi dolog. Igen. Nem, hanem szellemi dolog is. Tehát nem mindegy, hogy kivel van az ember az étkezéskor közösségbe. A, például az úrvasi közösségnél lehet látni, hogy 11 tanítvány a kegyelemben, hitben megerősödött, persze utána volt Péternek egy megingása, meg, a többi tanítvány is megingott, de annak ellenére az úr közben járt érettük, hogy a hitük erősödjön, és a megpróbáltatásból, ami a názát Jézus Kisztusok a letartóztatása, megfeszítése, szenvedése, halála idézett elő az ő sorsukban. Judás az étkezésről olvassuk, hogy akkor belement a sátán érdekes. Tehát, tehát, a, tehát, a, szellemi tevékenység is az étkezés. Ezért mondja a hogy mindent hálaadásra legyünk, könyörgés által minden megszentelődik. Uh -huh. Ezen gondolkozok, hogy, hogy, tehát az első hogy szellemi. Ez, Igen, tehát... És ugyanúgy az, ét, az alvásra is figyelni kell, hogy azért ősidők óta kérik az Isten szent emberei, hogy imával fekügyenek le, hogy amikor pihen a külső ényük, természetük, a szellemük védelem alatt álljon, és az Isten jelenlétébe tudja megmaradni ennek következtében a lelkük. Mert éjszaka nagyon intenzív szellemi Igen. járások vannak, és előfordul, hogy éjjel az embernek a teste vagy külső énye gyötrődik, és ez nehezíteni fogja a pihenését. Igen, ez talán így könnyű. Az is ünnepnek megérteni. például ez is célja az ünnepnek, hogy nem csak Isten dolgairól való megemlékezés, Istennek a, nek való hálaadás, hanem egy másik tartalma, hogy az emberek pihenjenek. A másik pedig, hogy az egymás közötti kapcsolatban is fejezzék ki a szeretetnek a törvényét mert az Isten a két lényeges parancsolatban foglalja össze a világ mindenségnek, univerzumnak a törvényét, szerezd az uradat teljes szívedből, lelkedből, minden erődből, és szerezd a felaboráltodat, mint önmagadat. Ha ezt betartja az ember, akkor betart minden törvényt. Igen. Na hát akkor erre a három kulcs területre, akkor érdemes karácsonykor odafigyelni az evésre, az alvásra, illetve az egymással való, való kommunikációra igen. és bánásmódra. Sok helyen ugye ilyenkor család Visszályokba is torkolhatnak ezek az összejövetelek? Hát pontosan, ugye gyakran már a készülődéskor, lehet érezni, de az utcán lehetett érezni az elmúlt napokban Igen? a feszültségeket. Ja, az, az biztos. A... a vásárlásnál bár én nem, volt, nem vásároltam sehol, csak ugye az atmoszférában az idegesség lehet benne érezni. Az idegesség Ahogy vezetik az emberek az autót, ahogy egymás elé akarnak bággodni, stb. stb. Most is, amikor jöttem ide... Láttam egy balesetet. Jaj. Tehát eh, izgálgák az emberek, eh, rohangálnak, ez kár, hogy ilyen módon megmérgezik saját maguk számára ezeket a napokat. Ez a napnak, ezeknek a napoknak a szeretetnek, békességnek a napjának kell lenni. Én nyilván nem egy pszichai értelemben mondom ezt, hanem az univerzumnak az alaptéte, alap lényegéről beszélek, mert az ala, univerzumnak is ez a lényege. Az atya mindent, amit létrehozott, annak az alapja a szeretet. A Krisztus is, a fia is szeretet által lett kimondva az atyából, mert szava által született, ő az bornigész, az egyszülött, vagy illetve monogenész, az egyszülött, és mindent a Krisztus is szeretet által hozott létre. Sőt, nem csak a szellemvilágra vonatkozik, es, és nem csak az emberi kapcsolatban, hanem az egész természetben, ben van az Istenek a jó indulata, szeretete, tetszése. És pontosan az ünnepeknek az a célja, hogy az emberek a robotból, a anyagi javaknak a megszerzéséért zajló küzdelmemből visszavonuljanak, és a világ mindenségnek a lényegére, Tegyék a hangsúlyt, és ezzel azonosuljanak. Ez pedig elsősorban Istennek a személye, és az a, a, a alaptörvény, ami az egész világ mindenséget föntartja: a szeretet és a békesség, nyilván az igazságosság is. Ez törvény. És az emberek, hogyha betartanák akár a sábátot, akár az úrnak az ünnepeit, vagy akár a maguk által létrehozott ünnepet, és, és, ezt megfelelő módon Isten dicsőséget töltének be, akkor egészen biztos, hogy ezek a napok szellemileg és morálisan is nagyon nagy változásokat jelentenének az emberek életébe, a Föld is, meg az emberi társadalom is, a családok is egy megtisztuláson mennének keresztül. De mi keresztények, ez egy jó lehetőség, hogy akkor ezt meglépjük, igaz? Tehát, hogy egy kicsit akkor lenyugodjunk és újra és és koncentráljunk. Igen, a családtagok uh, uh, újra fölfedezék egymást, az elidegenedésből, mert ugye a munka azért hoz egyfajta figyelem, mert kapcsolatosan egy más orientációt, és újra családra kell figyelni, az apának, a férjnek a feleségre, a feleségnek a férjre, a szülőknek a gyermekekre, a gyermekeknek a szülőkre, stb. Tehát, hogy megújuljanak azok a szellemi értékek, amitől egy Közösséget családnak lehet nevezni. A család az egy feladat, az nem. Azt jelenti, hogy e a férfi, nő, meg két gyerek, ettől még nem lesz család. A család akkor valá válik, amikor a vérségi kapcsolatban álló személyek, nyilván nem csak vérségi kapcsolatban álló személyek tartoznak a családhoz, hanem más formában is kötődnek az emberek a családhoz ezeknek a kapcsolatában megjelennek a szellemi erkölcsi értékek. Az a család. Igen. És eztnek a családnak a helyreállítását hirdeti, képviseli a kereszténység, a híd gyülekezete is, én is ennek vagyok évtized óta szószólója.